Sziasztok! Ebben a videóban az Uncharted Lost Legacy Crushing, azaz a legnehezebb nehézségi szintjének problémáiról szeretnék beszélni. Szerintem teljesen elszúrták ezzel ezt a játékot, ami amúgy egy rohadt jó játék lett. Én ugye mind a négy nagygépes részt játszottam, nagy konzolost az Uncharted sorozatból, kivéve ezt a Lost Legacy-t, és ezt most a PC-n igyekeztem pótolni. Na most, ez a rész, amit bemutatok itt a videóban, a játék kétharmadánál következik be. Itt eddig is voltak nagyon nehéz részek, de azért azokat ennyire nem tartottam szörnyűnek. Ez a rész viszont itt nagyon túl lett tolva. Ez egy taktika. Gyakorlatilag itt már próbálgattam vagy két órán keresztül a játékot, és sehogy se sikerült ezen a részen átjutni. És itt aztán utána néztem egy videónak, hogy hogy lehet ne. És akkor ez egy taktika, hogy ide erre a részre föl lehet jönni. Ide nem tud följönni ez a páncélautó, ami gyakorlatilag a célja ennek a résznek, hogy ezt a páncélautót kéne megsemmisíteni úgy, hogy ezen a részen itt rengeteg járőr is van. És hát ugye persze ezen a legnehezebb fokozaton iszonyú könnyen meg tudnak ölni. Na most itt az a taktika, hogy oda csalni ezeket a szétszorodott embereket erre a részre, és onnan a biztonságos helyről, fedezékből levadászni az összeset, és aztán utána begyűjteni robbanószert itt szétszórva ezen a helyen, amivel föl lehet robbantani ezt a páncélautót. És az hagyján, de még utána, ha felrobbantottad, akkor is jön egy adag ember, akiket szintén meg kell ölni. Ha bármikor téged megölnek, akkor kezdődik az egész előről. Na most. Ugye ezek nagyon énbotosok, ezek az illetők. De olyannyira, hogyha több száz méterről meghallják, hogy lőttél, rád frikkelnek egy tört másodperc alatt, és telibe lőnek. Itt is látható, hogy minden lövéssel eltalálnak. Annak ellenére, hogy szakad az eső, ez a láthatóságot ugye rontja. Ők számukra viszont nem. És jön ez a páncélautó. Itt amúgy, akinek szintén az egy dolog, hogy énbotja van, de átlát a falon, és van, amikor itt megsebez a sziklán át is. Majd talán azt látni fogjuk. Tehát a szikla mögé hiába bújunk be, még ott is meg tud néha sebezni. De az is egy vicc, ami végülis ez a taktika is azért az egy agyrém, hogy ide nem tud följönni az ellenség se erre a kis lejtőn, meg ez a páncél autó se. Ez mondjuk vicces, de ebben nem szeretnék belekötni, mert így legalább van egy lehetőség, hogy itt ezt valahogy megcsinálja az ember. Na most, a problémák. Szóval az, hogy én botossak meg wallhackesek az ellenfelek, az egy dolog. Viszont iszonyú korlátozott töltény lehetőséged van. Alig van töltény, amit föl tudsz szedni. Tehát, hogyha nem célzol nagyon precízen, akkor kiszaladsz a töltényekből. Viszont az ellenfél korlátlan töltényel bír, amikor téged kell lőni. Van ott egy RPG-s, az egy RPG-s. Annak az RPG-snek ott az RPG-s, akire most lövök, de itt bénázok. Ennek az RPG-snek korlátlan mennyiségű RPG lőszere van, de ha odamész és fölveszed az RPG-t, akkor te egyetlen egy lőszert kapsz hozzá. Na most ez sem valami fair dolog. Itt a páncélautót, amúgy kurvára nem jöttem rá, hogy mi a francot kéne csinálni ezen a helyen, hogy túl lehessen jutni ezen. Ez is egy probléma. Ugye a videóban mondtál az ember, akit néztem, hogy mit is kell itt igazából csinálni. Tehát a páncélautót 5 darab C4-gyel kell felrobbantani. Csak hogy te 4-et tarthatsz magadnál eleve egyszerre. Tehát ez már egy probléma. Én azt gondolom, hogy ha mindentől eltekintünk, ez az egyik nagy problémája ennek a résznek. Hogy ahelyett, hogy 4 C4-gyel lehetne felrobbantani, amit magadnál tudsz tartani egyszerre, 5-öt kell.
maga, vagyis öttel kell felrobbantani, vagy egy RPG lövedék még mehet hozzá, tehát az egyenértékű egy C4-jel. Na, itt fogunk... Vagy már az korábban volt, amikor átlőtt a sziklán. Illetve a végén, ha nagy nehezen legyőzted a páncélatot, ami nekem egyszer sikerült is ezelőtt, már, akkor is jön egy adag sameszit, akikkel meg kell harcolnod még. És ott valami hülye gránátba beleszaladtam, tök bénán, és meghaltam, és kezdődik az az egész előről. Tehát itt a két nagy probléma ezen a részem. Tehát valahogy itt azt érzi az ember, hogy nem tehát, hogy nem egy fair nehézséget kapsz, ami persze hát a legnehezebb nehézségi szint legyen nehéz, de valami szopatos, direkt szopatos, szopassuk már a játékost, szóval valami ilyet érzel ebben. A másik, hogy ugye ennek a játéknak a ritmusába ez nagyon nem passzol bele. Ez egy casual játék alapvetően, az Uncharted-ok. Azért ennyire népszerűek. És ugye a nehézségi szint csak a harcokat befolyásolja, meg hogy te hogy sebződsz a harcok során, ellenben a többi játék elemet nem befolyásolja. Na ugye így szedem össze a C4-et. Viszont ezekkel az eszement nehéz harcokkal, viszont könnyű egyéb játékelemekkel teljesen ritmustalanná válik az egész. Úgy váltogatják egymást ezek a könnyű és nehéz részek, hogy az nem stimmel valahogy, én úgy éreztem. Ja, amúgy ebből a páncélatóból szakadó esőbe a lehető legmesszebbről is azonnal észrevesznek, hogyha te kilépsz innen véletlenül ebből a takarásból. Tehát ez is egy hülyeség. Amúgy átlát, ugye mondtam a falon, és itt hiába bújsz el mondjuk egy ilyennek az alján ott a vízszintes fal mögött, ő meglát téged, és látja, hogy ott vagy, amúgy nem láthatná, és elütött. Így haltam meg többször benne. Na most, és a vaja habon, vagy haba vajon, vagy persze a haba tortán az lesz, ami mindjárt bekövetkezik. Most már mindjárt nálam van a 4C4, megvan a 4C4. Most egyszerre akarnám a 4C4-et lerakni egy helyre, ahol jön, és ott rárobbantani. Viszont ez egy PC-s játék, ugye? És hát a PC-s játékokkal az szokott néha történni, hogy puff, lefagynak. És miután ezt a részt órákig próbálgattam, és végre most eljutottam ide, ez történik, gyerekek. Hát mi történik? Lefagyott a játék. Na, és akkor itt lett elegem ebből az egészből, azt mondtam, hogy viszlát, köszönöm. Elég vicces a PC-n a PlayStation Studios-zal lefagyott hibaüzenetet kapni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a Lost Legacy egy remek játék, hogyha nem a legnehezebb fokon játszod, nem ajánlom a legnehezebb fokon ezt. Sajnos én így nem is vittem végig. Remélem, tetszett a videó, és találkozunk a következőben. Sziasztok!